Köszöntöm a Zsolca Televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunkban hosszabb összeállítást láthatnak a Jes sportnapról, de kameránk ott volt a Szatmári Király Társaság kirándulásán is. Ezen a héten is belenézünk a kaleidoszkópba, majd zenés barangolásra invitáljuk nézőinket Rudabányára. Tartsanak velünk! Jótékonykodás, egészség, sport címmel rendeztek Városi Egészségnapot Felsőzsolcán. A résztvevők a szabadban művelhető sportok szinte bármelyikét kipróbálhatták. Összefoglalónk következik. Felsőzsolcán rendezték a Jes sportnapot. A jótékonykodás, egészség, sportszavak rövidítéséből származó sportnapot azért találták ki a szervezők, mert a mai gyorsuló világban az emberek nehezen lépnek ki a taposomalomból. Sokan sajnos semmi más nem csinálnak, csak felkelnek reggel, elmennek dolgozni, hazaesnek, főznek a családnak és alszanak. Majd mindez kezdődik előről. Nem szabad hagyni, hogy az élet ilyen sablonos legyen. Aki már elkezdett sportolni, tudja, hogy igenis beleszorítható a napi rutinba, és nagyon nagy jelentősége van. Az ember kiszakad a napi monotonitásból, új ismerettségekre tesz szert, tesz az egészsége érdekében, a betegségek megelőzése érdekében. A sport segít levezetni a feszültséget, menekülési utat ad és társaságot kínál, ahogyan ezt Csöbör Katalin, a nap egyik főszervezője is gondolja. Nem voltam fiatal koromban olyan aktív sportoló, de azért ezt már 17 éve próbálgatom, az aerobikot, pontosan ott a településünk szintén, amatőr szinten, és igen, szeretem és fontosnak tartom, a gyerekeim nagy focisták, úgyhogy fontosnak tartom az egészséges élethez a sportolást. Ez a mai nap szervezése hogy kezdődött? Júliusban kezdődött. Először is a fiaim és a Fidelitásos fiúk szerettek volna egy futballbajnokságot. Én futás gyaloglásra gondoltam. Az talán nem igényel akkora szaktudást, hogy mindenki nagyon értsen a sporthoz, de látom, lett is rá jelentkező. Úgyhogy júliusban először ez a két sportág volt, és közben folyamatosan válogattunk még más sportágakat, ami esetleg szórakoztathat másokat is. Úgy tűnik, hogy rengeteg ember összegyűlt, nagy sikere lett a mai napnak, és még csak az elején járunk. Ön hogy látja? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon izgultunk, mert hát eleve az idő miatt, ugye két hónappal ezelőtt szerveztük, bár engedélyt kaptunk rá, hogy ha nincs jó idő, akkor a rendezvények házába folytathatjuk, de mégis más, ha jó időben tartjuk ezt a rendezvényt. De hát egyáltalán, hogy minden sportág összejön, van-e jelentkező, tehát ez nagy izgalom volt végig a két hónap alatt. De úgy látszik, hogy a Jóisten is kegyes hozzánk, és ilyen időt biztosított szeptember végén. Fontos, hogy tegyünk az egészségünk érdekében. A testmozgás pozitív hatással van az egészségünkre és a közérzetünkre. Segítségünkre lehet számos betegség megelőzésében és leküzdésében. A rendszeres edzésnek köszönhetően az idegrendszer is alkalmazkodik az újabb és újabb, gyors ingerekre, aminek hatására nő az ingerület átvitel sebessége és az ideg-izom kapcsolatok száma is. Felsőzsolcán bemelegítéssel kezdődött a nap, amelyet Monspart Sarolta vezényelt. Majdnem mindig, szóval ugyanaz a 10-20-40-50-200 ember jön el, tehát a maguk itt csinálnak futóversenyt, aerobik versenyt, bármilyen sportot, mindig ugyanaz a nyitott sportot, és az a másik 2000 ember, akinek talán jobban szüksége lenne rá, ők nem jönnek. Tehát valahogy én azon próbálok most még gondolkozni, hogy hogy lehetne azokat megszólítani, akiket még a nulláról az egyre, tehát az első bal lépésre vagy jobb lépésre meg akarnánk tanítani. Azt mondják, hogy ha az ember túl van az első izomlázon és ráérez az ízére, akkor utána nagyon nehéz abba hagyni. Ez jó, ez körülbelül így van, igen. Azt szoktam mondani, amikor lejönnek először ilyen futó, gyalogul edzésre nők, 20 évtől a 70 évig vannak a klubban, nagyon sokan, hogy 6-8-7, tehát az első izomláz, és az is jó, ha az első izomláz nem túl nagy, tehát épp hogy van és érzem, hát vannak izmaim itt is, meg ott is, bizony sok helyen vannak szerencsére, és ha az ember megszerette, akkor már rosszul van. Ha egy hétig valamiért betegség vagy munka miatt, elutazás miatt nem tudna sportolni.
Az emberek miért mennek le sportolni? Azért, hogy fogyjanak, vagy azért, mert sportolni szeretnének? Is. Tehát itt nagyon sok, az egyik az, hogy jobban szeretnek kinézni, a másik, vannak, akik valóban ezek a dupla radirok leszeretnének fogyni, minimum ilyen radira, tehát aztán vannak ezek a cerkák, úgyhogy az se rossz, de tudomásuk a venni, hogy genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy sem maga, se én, mi sose leszünk cerkák, tehát balettozni valószínűleg sose fogunk már, meg korábban se, de ez nem baj. Szóval én azt szoktam mondani, hogy egy edzett radír, tehát akin látszik, de edzett és rugalmasan ellép, az többet ér, mint egy edzetlen cerka, tehát egy ilyen ember, és csak leér plágy, sőt, ha a futóversenyen megnézi, lehet, hogy ma is így van, hát, hogy jönnek az edzett dupla radírok, és még ez is jó, hogyha az emberek ezért sportolnak. De visszatérve a kérdésre gyorsan válaszolok, hogy tényleg szórakozásból, kihívásból, akkor vannak az őrült megszállott futók, aki állandóan javít az idején, ezért sokat tesz, és ez se baj. Van, aki a társaság kedvéért. De nagyon sokan azért járnak le például sportolni, mert egész nap olyan helyen dolgoznak bankba vagy fogorvos, hogy 70 emberrel kellett kedvesek legyenek, és most eljönnek, hogy egyedül végre ki leresszék a gőzt. A futballrajongók sem tétlenkedtek, a pályán javában folytak a selejtezők, amikor egy nem testmozgással kapcsolatos sportverseny is kezdetét vette. Az elmét ugyanúgy lehet és kell is edzeni. Így, aki inkább stratégiának és a gondolkodásnak akart áldozni, azt a sakkverseny várta. Sakk az tényleg olyan, mintha az ember leül játszani, akkor olyan, mintha egy hadvezér lenne, hiszen a saját kis seregét kell irányítani, hogy legyőzze a másik hadvezérnek a seregét. Én 10 évvel ezelőtt kerültem a sakk közelébe, amikor egy ismerősünk ajánlotta a sakkjátékot, és nekem annyira megtetszett ez a dolog, hogy gondolkozni kell, előre kell látni a lépéseket, és ki kell számolni, meg kell látni, hogy mit akar csinálni az ellenfél, hogy ennél a sportnál maradtam. Manapság ismét egyre nagyobb fontosságot kap a véradás. Tudjuk, hogy az emberi vér életet menthet és semmivel sem pótolható. Így aki segíteni szeretett volna, annak lehetősége nyílt megtenni ezt a Vöröskeresztes sátornál. Persze ennek szigorú feltételei vannak. Minden olyan 18. életévét betöltött egészséges ember vért adhat, aki 50 kilónál nehezebb, és magyar állampolgár. Nagyjából ennyi a kritériuma. Tehát a lényeg az, hogy egészségesnek kell lenni. Ilyen krónikus betegek nem igazán vért, cukorbetegek nem adhatnak, de előtte van egy ilyen orvosi kivizsgálás, nézzünk egy hemoglobin szintet, utána van egy orvosi kivizsgálás, a véradó kitölt egy ilyen tesztlapot előtte, amelyeken különböző kérdések vannak az egészségére való tekintettel, ezt az orvossal átbeszélik, és utána, hogyha minden kritériumnak megfelelt a véradó, akkor megkezdheti a véradást. Miért fontos, hogy vért adjanak az emberek? Én úgy gondolom, hogy a fontosság az, hogy segítsünk egyrészt a beteg embertársainkon, és valahol mindig úgy van a dolog, hogy egy olyan emberen is segíthetünk, akivel talán életünk során nem is találkozhatunk, és szerintem ez egy jó érzéssel tölti el az embereket, hogy olyan embereken segítünk, aki nem is ismerünk. Gondolom, milyen sportrendezvények kapcsán azért sokkal több meg annak vért, mint általában. Hát igen, a nagyobb rendezvényeken, vásárokon nyilván, ahol több a tömeg, ott nyilván többen is tudnak adni vért. Ha összefoglaljuk, akkor már sportoltunk, vért adtunk. Ezt pedig valahogyan vissza kell táplálni a szervezetünkbe. Reggel óta hatalmas üstökben főttek az ételek, az egyik szakácsot meg is kérdeztük, mi finom rotyog a kondérban. Húsocska, és még nincs ízesítve, és egy kis sárgarépa, és babgulyás fog végül is készülni belőle. Hogy kezdődött? Hogy kitalált? Stamperjével kezdődött, avval nyitottunk, és egy kicsike finom sült szalonna lett megsütve, az az alapanyag, és utána kezdődött a hagyma, és hús, sárgarépa, zöldség, és a végén a bab. És közben az ízesítés fog menni. Honnan jöttek, és honnan jött az ötlet, hogy pont babgulyást készítsenek a mai napon? A legegyszerűbb a babgulyást elkészíteni, és Arnótról jöttünk. A Yes Sportnapot Ódor Ferenc nyitotta meg.
aki köszöntőjében elmondta, hogy a sport szeretetét egészen kicsi gyermekkorban kell kialakítani, hogy az természetes részévé váljon a majdani felnőtt életnek, ezáltal számos kellemetlenségtől megkímélje, és ugyanennyi kellemes élménnyel gazdagítsa gyermekünk életét. Először is nagy öröm, hogy Monspar Saroltát köszöntetjük itt, aki évtizedekkel ezelőtt is már a sport és a mozgás és a szabadban töltött időnek a apostolaként jelent meg és világbajnoka volt. Most eljött ide Felsőzsoltszára, én azt gondolom, hogy példát tud mutatni az akarat erőből is, és hát remélem, hogy lesznek olyanok, akik követik majd őt a mozgásba. Nem élsportolókat akarunk, mi azt akarjuk, hogy épp testben, épp lélek mondathoz igazodóan tudjunk mozogni, hiszen a heti munkánk során sokat ülünk az asztal mellett. Nem az a munka az izomzatnak, amit a sportolástál, amit igénybe veszünk. Tehát én azt remélem, hogy ennek nem csak ez a mai napon, amikor egy-egy ilyen figyelemfelkeltő napot rendezünk, hanem a mindennapjainkban is beépülően, akár úszásban, akár futásban meg lesz a mozgás, és úgy tudjuk majd nevelni a generációt, a következő generációt, hogy természetes dolog legyen a sport. Valamikor nagyobb volt a respektje a sportnak, ebben benne volt ugye a kispályás futballtól az atlétikáig, ma én azt gondolom, hogy egy picit talán visszábesett, és mindenféle indokokat találunk, számítógéptől kezdve, televízión keresztül, hogy miért nem sportolunk annyit. Erre nagyon nagy szükség volna önmagunknak. Nem azért, mert eljön valaki most Budapestre és megpróbál fölhívni figyelmet arra, hogy mozogjunk, hanem nekünk fontos, mert ez a mozgás, ez az egészségünk megőrzését segítheti elő. Egyre többen és többször kérik fel Felsőzsoltát, hogy legyen házigazdája a rendezvényeknek. A sportpálya és a rendezvények háza megnyitása óta szinte folyamatosan teltnaptáran működik. Mondhatjuk, hogy Felsőzsolca egyre felkapottabb hely lett ezáltal. Szerintem is az első ilyen kiemelt rendezvény, vagy nagyszabású, több települést, vagy akár megyét, vagy érintő, hanem a kerékpáros verseny volt, hogy a városnapok keretein belül, és hát örömmel tudom mondani, hogy egyébként most itt van a megyei kerékpárszövetség elnöke, hogy jövőre pedig két versenyt is terveznek. Tehát én ezt annak tűnik, hogy egyrészt nagyon jók az adottságaink, ez az elhelyezkedés, közlekedés, megközelíthetőséget illetően. Itt a városnak a logisztikája, tehát a forgalmat lehet azért terelgetni, lehet alakítani, és jók a létesítményeink is. Hát ezt nem dicsekvésként mondom, de elnök úr is kiemelte, hogy egyrészt ez a sportpálya, a nagy zöldje felületével, elátó, a kézilabdapályával, kiszolgálhelyiségekkel, és hát ezzel kapcsolatban a sportcsarnok is. És ha nagyon sok parkoló, hát nem akarom ezt tovább ragozni, de úgy néz ki, hogy egyre felkapottabb lesz e tekintetben is Zsolca. Idén ősszel is kirándulás szervezett tagjai és a zsolcai iskolások számára a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság. Polgár közelében az M3-as autópálya mentén 2007-ben nyitotta meg kapuit az Archeopark. A közel 5 hektáros területen kialakított pihenőparkban ízelítőt kaphattunk a tájegység történetéből, tárgyaiból, népi kultúrájából. A helytörténeti emlékek ápolását zászlajára tűző Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság már hagyományos őszi kirándulása idén polgára vezetett. Az M3-as Archeopark, vagyis régészeti park 2007. május 1-én nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. A közel 5 hektáros területen kialakított pihenőparkban ízelítőt kaphatunk a tájegység történetéből, tárgyaiból, népi kultúrájából. A tájházak egy alig 1-2 emberöltővel ezelőtt letűnt kor tárgyi hagyatékait mutatják be a különböző tájegységek építészeti stílusaival egyetemben. A rekonstrukciós építmények közül említést érdemel a temetkezési halom és az Európában is egyedülálló újkőkori ház. A régészeti bemutató az M3-as autópálya új nyomvonalának építésekor a felszínre került anyagokból áll. De a jurta sátrakra emlékeztető kiállító termekben az Észak-Alföld páratlan élő és növényvilágát, az itt élő emberek mindennapjait bemutató tárlókkal is találkozhatunk. A zsolcai gyerekek számára szervezett kirándulást idén is Felsőzsolca város képviselőtestülete támogatta. A látogatás célja pedig, hogy a tájegységünkhöz is köthető népi kultúra mindennapjait rekonstruált körülmények között ismerhessék meg a gyerekek. Az autópálya mellett létesült Archeopark nyújtott a történelmi időutazás több ezer évet ölel fel, hiszen a 4-5000 éves temetkezési halmok mellett a római kori őrtornyon át a 18.-19. században élt emberek hétköznapjaiba is bepillantást enged. A múltunk nélkül nem ér a jelen semmit. Mindenkit, minden nemzetet kísért a múltja, s múltunk az, ami formál minket.
Ezért van szükség igaz és hiteles történelem tanításra, helytörténeti értékeket ápoló társaságokra, és a múltat a jelenben is tapinthatóvá tevő archeoparkokra. Megjelent a Bursa Hungarika pályázati kiírás Felső Zsolca város képviselő testülete, Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot ír ki a 2010-es évre. A felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a tanulmányokat megkezdeni kívánó középiskolások részére. A dokumentumok letölthetők a www.felsőzsolca.hu honlapról is, illetve kérhetők Felső Zsolca város polgármesteri hivatalában. A pályázati benyújtásnak határideje 2009. október 30-a. A részletes pályázati kiírás egyébként a héten megjelenő Zsolcai Hírmondóban is olvasható lesz. Köszöntöm nézőinket, önök még mindig a Zsolca televízió adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. Ezen a héten is az ország és a világ érdekességeit bemutató kis film összeállításokkal várjuk önöket a képernyők elé. Mai adásunkban szó lesz a visszerességről, megszólal a műsorunkban az első atombombát ledobó repülőgép navigátora, és Mohamed El-Fayed is abban a kis filmünkben, amelyel Diana hercegnőre emlékezünk. Műsorunk végén a Guns N' Roses Safari Parkba invitáljuk nézőinket. Tartsanak velünk! Egy egészséges láb viszereiben az egészséges áramlás mindig felfelé, a szív irányába történik. A vér visszaáramlását a vénában található billentyűk akadályozzák meg. Viszeresség esetén ezek a billentyűk megnyílnak, a vér nem kerül vissza a szívhez, hanem a perifériás rész felé is áramlik. Most következő kisfilmünkben szakemberek mondják el a diagnózis és a kezelés lehetőségeit. Viszér. E szó hallatán legtöbben az estére bedagadó lábakra, nehézkes járásra és megdagadt vénákra gondolnak. Jól lehet, a viszér és a viszeresség nem egy és ugyanaz. Előbbi az ér neve, utóbbi annak megbetegedése. Ma Magyarország felnőtt lakosságának 30%-a szenved alsó végtagi vénás megbetegedésben. A viszeresség kialakulásának számtalan okozója lehet. A dohányzás, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, az öröklött hajlam, a nehéz fizikai munka, a szoros ruha vagy a magas sarkú cipő. A kék ereg színezte láb azonban nem csak esztétikai problémát jelent. A viszeresség az lehet egy kozmetikai állapot, és lehet egy súlyos betegség. Ez attól függ, hogy milyen területen jelentkezik. Amennyiben bőrértágulatokról van szó, ez kozmetikai probléma. Amennyiben nagyobb vénatörzsek megbetegedéséről van szó, akkor ez már orvosi kezelést igényel. Egy egészséges láb viszereiben az áramlás mindig felfelé, a szív irányába történik. A vér visszaáramlását a vénában található billentyűk akadályozzák meg. Viszeresség esetén ezek a billentyűk megnyílnak, a vér nem kerül vissza rögtön a szívhez, hanem a perifériás rész felé is áramlik. A betegség lényege az, hogy valamilyen akadály folytán a vénás vér nem tud a szívhez visszakerülni. Vénás vér torlódás alakul ki, vénás magas vérnyomás lesz, aminek a következménye az, hogy a szöveteknek a vérellátása nem megfelelő. A véráramlást ultrahanggal vizsgálják. Normális esetben a monitoron fekete színnel ábrázolt vénában a szív felé tartó vér kék színű. Baj akkor van, ha a vizsgált érben a piros szín is megjelenik. Nincs megfelelő billentyűműködés, a vér mint egy gurgulázik a véna szakaszon oda s vissza, ahelyett, hogy vissza tudna jutni ez a szív felé. Tehát ez egyértelműen arra utal, hogy itt egy billentyű elégtelenséggel állunk szembe, amely ennek a viszerességnek a kialakulásához vezetett. A viszerességnek több fázisa van. Az elváltozások kezdeti stádiumában az úgynevezett pókhálószerű, seprű vénák jelennek meg. A tünetek fokozódásával és a billentyű működés elégtelenségével azonban a későbbiekben akár több centiméteres óriási érkanyarulatok is kialakulhatnak. A lábszáról lefelé visszük a tekintetünket, itt már számos forma található, különböző stádiumú kis hajszálértől, hajszál ilyen pókháló vénától kezdve, közepén
közepes méretű is, uram, bocsá, itt a, na ez nagyon-nagyon szépen telődik itt ez a rész. Ez már nem csak esztétikai probléma. A viszérbetegségnek súlyos szövődményei is lehetnek. Az egyik a lábszárfekély, amely egy életminőséget nagy mértékben romboló szövődmény, nehezen gyógyuló, újra és újra kiújuló seb tulajdonképpen a lábszárfekély, és a másik pedig a trombózis. Trombózissal elzáródik tulajdonképpen egy vérrög által egy-egy vénás terület, és ezzel a mögöttes rész szöveti ellátása, oxigenizációja rossz lesz. A trombózis gyulladáshoz, a szövetek roncsolódásához, szélsőséges esetben vérrög képződéshez és ezáltal halálhoz is vezethet. Ez azonban megelőzhető és gyógyítható. A kezelési módoknak három csoportja van. Az első az úgynevezett konzervatív módszer alatt a gyógyszeres és a kompressziós kezelést értjük. Mindenfajta vénás betegségnek a bázis terápiája a kompressziós kezelés. Ez magyarra lefordítva a különböző elasztikus pólyáknak és a harisnyáknak a viselését jelenti. Ez az első csoport. A második csoport az úgynevezett injekciós kezelés vagy szkleroterápia, és a harmadik csoport pedig a sebészi kezelés. Súlyos esetekben megoldás csak a sebészeti beavatkozás jelent. A műtét során a lábszáron két bemetszést ejtenek, majd a beteg vénatörzset kimetszik. Az oldalági visszereket pedig egy orvosi horgolótűvel eltávolítják. Hihetetlen, de ezen erek pótlására nincs szükség. A szervezetben ugye két vénás rendszer van, egy felületes és egy mélyvénás rendszer. A felületes rendszernek is több nagy törzse van, úgyhogy a beteg törzsek eltávolítása az nem jár károsodással, sőt, mi több szükséges az eltávolításuk. A viszeresség sebészeti kezelésére természetesen nem mindig van szükség. Kezdeti stádiumban az első tünetek, a lábfájás, duzzanat megjelenésekor már alkalmazható a gyógyszeres terápia. Növényi alkaloidákból készülnek főleg a ma a világon kapható vénás betegségre ható gyógyszerek, és általában ezek citrusfélék, citrusból kivonják különböző eljárások során, és ezek a véna falát tonizálják, illetve az egyik hatásmechanizmusuk révén gyulladáscsökkentő hatást is érnek el. A gyógyszeres terápiával önmagában a viszerességet elmulasztani nem lehet. Elsősorban a tünetek kezelésére szolgál. Alkalmazásával egyszerre javul a vénák rugalmassága és javul a véráramlás. Mindemellett pozitív hatással van a fekélyesebb gyógyulására is. A nehezen gyógyuló seb kialakulása és a viszeresség súlyosbodása ellen azonban van mit tenni. Rendszeres mozgással, a hosszantartó ülés vagy állás, azaz a láb túlzott igénybevételének elkerülésével vénás rendszerünk megóvható. A hölgyek pedig ne feledjék, bár a magas sarkú cipő nyújtja az alakot, hosszú távon viszerességhez vezet. Az amerikai légierő által Hiroshimára ledobott atombomba 242 ezer ember életét követelte, 140 ezer ember azonnal, a többiek pedig a sugárzás okozta betegségekben haltak meg. A bombát ledobó amerikai B-29-es bombázó neve Enola Gay volt. A most következő kisfilmünkben eredeti felvételekkel és a bombát ledobó repülőgép navigátorával emlékezünk a történtekre. 45 tavaszon. A csendes óceánon még mindig tart a háború. Európa már túl van a világégésen. Itt tovább folytatódik a japánok és az amerikaiak elkeseredett harca. Los Alamos, Új-Mexikó sivatagában. Egy itt kifejlesztett új szuperfegyver hivatott az amerikai tengerészgyalogosok életét megmenteni. Az atombomba. Több mint 20 ezer ember dolgozik az atombomba megépítésén. 1945. július 16-a. Új-Mexikóban tesztelik a prototípust. Trinity névre hallgat.
Tinian Island a csendes óceán közepén. Innen küldik útjára a bombát, a Little Boyt. Egy B-29-es, az Enola G szállítja majd Japán felé. Az amerikai katonák mindenütt az első sorokban küzdöttek és elkapták, vagy megölték őket. Ezért szerettünk volna a vérontásnak véget vetni, és hazahozni a fiúkat. 45. augusztus 6-án az Enola G startra kész. Hiroshima Japán 7. legnagyobb városa. Eddig elkerülték a bombatámadások. Reggel 8 óra van. 15 perccel később az Enola G már Hiroshima fölött jár. A földön tartózkodó emberek számára az apokalipszis egy távoli motorzúgással kezdődik. A bombaszekrény ajtajai kinyílnak. A gép megfordul és gázt. Először egy hihetetlen erősségű fényt érzékeltem. Olyan fényeset, hogy a mellettem álló barátaimat sem láttam. Küldetés teljesítve. És Hiroshimában még csak most kezdődik az atomháború horrorja. Olyan, mintha 15 ezer tonna robbanóanyag repülne egyszerre a levegőbe. Egy csapásra elpusztul az egész belváros. Csak a külső kerületekben vannak túlélők. Többnyire borzalmas sérülésekkel. Az atomcsapás túlélői gyakran lassú halállal halnak meg. Néha évek múlva. 1950-ig az áldozatok száma 200 ezerre nő. Az egész város radioaktív fertőzött. Tizenkét esztendeje Diana halála megrázta az egész világot. Több mint 1 millió ember gyászolta őt London utcáin. 187 országban 2,5 milliárd néző követte a képernyőkön a gyászszertartást. Diana mítoszként él tovább ma is. Filmünkben Mohammed el-Fayeddel emlékezünk a hercegnőre. 12 évvel ezelőtt, 1997. augusztus 31-én, nem sokkal éjfél után halálos autóbalesetben vesztette életét Diana, walesi hercegnő. A szerencsétlenség Párizs belvárosában történt, a Szajna közelében, amikor a Dianát és Dodi Al-Fayedet szállító autó sofőrje a szűk alma alagútban elvesztette uralmát a jármű felett és belecsapódott egy betonoszlopba. Filmfelvételek a gyermekkorból. Diana 1961-ben született. Rövid életét mindenekelőtt egy dolog töltötte ki, biztonságot keresett. Szülei elválnak, Diana előbb az anyjánál, majd később az apjánál él. Egy fiatal férfi, egy herceg, az lesz az igazi Dianának. 1981. júliusa. A trónörökös és mennyasszonya kimondják az igen. Az évtizedes küvője. A királyi színfalak mögött azonban már ötleselkedik a tragédia. Kifelé azonban jó arcát mutatja a királyi család. Egy évvel a házasságkötésük után Diana megajándékozza hercegét és a nemzetet egy egészséges trónörökössel. Valójában a királyi pár nem sok közös vonást tudhat magáénak. Diana saját útjain jár, a médiák örömére együttérzést tanúsít mások sorsa iránt. A szívek királynője, mindenhol, ahol felbukkan, ünneplik, és ő áll a figyelem középpontjában, nem pedig a hercege. Diana a legtöbbet fotózott asszony a világon. A felidézett szellemektől azonban nem tud többé megszabadulni. Második fia születése után Diana házassága már válságban van. A világ is látja külső jeleit, Diana kóros táplálkozási rendellenességekkel küzd. Öngyilkossági kísérletek következnek, majd szerelmi kalandokba menekül. James Hewitt, a lovász, majd mások is, futókalandok. 15 évvel a meseveri esküvő után a királyi pokolbéli házasság keserű véget ér. A hercegnőre azonban még egyszer rámosolyog a szerencse. Dodi Al-Fayed a milliárdos playboy fiú személyében.
Egy pár menekül. Ezek az utolsó képek Dianáról, röviddel a halála előtt készültek. A szálloda kamerája rögzítette őket, ahol megszálltak. Kint már lesben állnak a szenzáció éhes lesifotósok. A sofőr ki is kiállt nekik. Ma este nem kaptok el bennünket. Halálos ígéret. A rendőrség a vezető vérében a későbbi vizsgálatok során 1,8 ezreléknyi alkoholt állapít meg. Csupán egy tragikus baleset lehetett. Minden annyira rejtélyes. Meg vagyok győződve arról, hogy a fiam nem természetes halállal halt meg. Addig nem nyugszom, amíg ki nem derítem halálának valós körülményeit. Diana halála megrázta az egész világot. A britek még egyszer tanúbizonyságot tesznek amellett, hogy ki is számukra az igazi királynő, a szívek királynője. Több mint 1 millió ember gyászolja őt London utcáin. 187 országban 2,5 milliárd tévénéző lehet részese a gyászszertartásnak egy asszonyért, aki már most is mítoszként él tovább. Itt a Kaleidoszkóban időről időre egzotikus helyekre, távoli vidékekre látogatunk el. Rendszeres nézőink visszajelzéseiből tudjuk, hogy örömmel fogadják az ilyen tudósításainkat. Most Európa legnagyobb és legmodernebb majomházába, Angenzengrófi Safari Parkban invitáljuk nézőinket. Ezt a különleges épületet csak egy függőhídon keresztül lehet megközelíteni, mégpedig afrikai vadon élő állatok, elefántok, tevék, antilopok, gnúk feje fölött áthaladva. A 2500 négyzetméteres, 7 kosárlabda pályányi palota összesen 150 majom otthona. Európa legmodernebb, legnagyobb majomháza a Gansendorfi Safari Parkban. Ezek a ma már kiegyensúlyozott csimpánzok életben maradásának utolsó esélye volt ez a park. Többségük ugyanis kísérleti laboratóriumokból, cirkuszokból került ide. Zárkózottan, félénken, gyötörten. Most kezdik rehabilitálni őket. Kidolgoztunk egy módszert, hogyan lehet a csimpánzokat csoporttá formálni, anélkül, hogy egymás életére törjenek. Ez nagyon fontos, mert a csimpánzok bár nagyon hasonlóak hozzánk emberekhez, mégis veszélyesek lehetnek egymásra. Tudnak nagyon kedvesek lenni egymáshoz, és ugyanakkor brutálisak és gonoszok is. Ez odáig is mehet, hogy szándékosan megölhetik egymást. Ezt meg kell akadályozni, úgy, hogy barátokká teszik őket. Figyelemmel kísérik a majmok viselkedését, kutatják személyiségüket. A csimpánzok féltékeny természetűek, és megpróbálnak társuk felett uralkodni. Ha egy csimpánznak van egy jó barátja a csoportban, meg akarja akadályozni, hogy barátja más majmokkal is barátkozzon. Az érintettnek tehát egy elegáns megoldást kell találnia, és elmagyaráznia, hogy a másik majommal is szeretne beszélgetni, de attól az ő barátságuk még megmarad. És a csimpánzok erre képesek. Ezt hívják csimpánz diplomáciának. Dr. Signe Preussoft majomkutató az állatok természetes intelligenciáját alapulvéve bővíti a csoportot. Az első ismerkedésnél egy ajtó választja el őket egymástól, amin átnyúlhatnak. Ha barátságosak egymással, például simogatják egymást, akkor összeengedik őket és bekerülhetnek a nagy terembe. Ha nem kedvelik egymást, közéjük tesznek egy olyat, aki mindkettővel jóba van és elsimítja a nézeteltérést. Így hétről hétre növekszik a csoport. A csimpánzok hatalmi pozícióját az határozza meg, akár egy erősebbel szemben is, hogy kinek van több barátja. Az utóbbi 30-40 év alatt Afrikában megfigyelt, szabadon élő csimpánz csoportok példájából indultunk ki. Ők komplikált, nagyobb csoportokban élnek együtt. Körülbelül ugyanannyi felnőtt hím és nőstény, valamint kölykeik. Ugyanezt a mintát szeretnénk itt is megvalósítani, és a közösségeket ugyanígy felépíteni. A személyiségek közötti különbség vizsgálatán túl megfejtették az arckifejezéseket is, amelyek nagyon hasonlítanak az emberi mimikához. Ez a félelmet tükrözi. Ilyen egy támadó arckifejezés. Tudnak siránkozni, és könyörögni is. Íme ők így imponálnak. A legtöbb arcmimika és testbeszéd az etetés előtt látható.
A légkondicionált konyhában naponta több száz kilogramm gyümölcsöt, zöldséget készítenek elő, mindenből a legjobb minőséget. A csimpánzaink négyszer kapnak enni egy nap. Természetesen a banán a kedvencük, de minden egyéb gyümölcsöt és zöldséget is szívesen esznek. Ínyenc falatnak számít például a répa, a krumpli, a vajas kenyér vagy a rizs. A csimpánzok életritmusa nagyon hasonló a miénkhez. Az ízletes menü után lepihennek, a kisebbek játékkal töltik az időt. Alfred a legidősebb gyerek a csoportban. A mókamester mindig csipkelődik a többiekkel. A csimpánz kolónián kívül másfajta majmok is élnek itt. A disznó majmoknál kölyök született. Ez a kismajom éppen kétnapos. Az anya nagyon toleráns, nyugodtan tűri, hogy a többiek is kíváncsiskodjanak. Sokat foglalatoskodik az újszülött köldökével. Vizsgálgatja, igyekszik tisztán tartani. Egy pillanatra se tenné le. Die Mutter, die inspiziert ihr Kind, versucht das Gesicht zu sehen und pflegt das Fell, schaut, ob das Kind sauber ist. Und, also sehr az anya vizsgálja kicsinyét, tisztogatja a szőrét, és tipikus jelenség, hogy maga elé tartja kölykét, figyeli az arcát. S ha a szemkontaktusba kerülnek, az anya beszél hozzá így. Ami makákon nyelven annyit jelent, hogy nagyon aranyos bébi vagy. Ezek a majmok jól érzik itt magukat, megmenekültek. Ha a szocializációjuk eléri a megfelelő szintet, kiengedik a kifutóba, és olyan szabadon élhetnek, mint a természetben élő társaik. Ezt láthatták, ha ezen a héten is belenéztek a Kaleidoszkópba. Jövő héten újabb kisfilmekkel várjuk Önöket a képernyő elé. A viszontlátásra! Rudabányán működött hazánk egyetlen vasérc bányája egészen 1985-ig. Reméljük, hogy Orosz Miklós zenés összeállítását kevcsináló lesz nézőink körében is a szép őszi időben egy rudabányai kiránduláshoz. Thank you.
A Zsolca TV mai adásának ezzel a végére értünk, a műsor ismétlésének időpontját megtalálják képújság oldalainkon. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziunk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!